Egyesít az esélynek. Ezzel a mottóval hívták sporttalálkozóra a Beregi térségben lakó, fogyatékkal élő gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket. A szervezők azt mondják, a sportnap célja az volt, hogy felhívják az épp emberek figyelmét arra, hogy kellő toleranciával, a másság és sokszínűség elfogadásával lehet csak erős társadalmunk. Integráltan, mert úgy szerveztük, hogy az éppekkel együtt a sérültek versenyeznek. Mégpedig úgy találtuk ki, hogy a négy fogyatékossági ágból vannak itt versenyzők. Hát nem csak versenyzők, hanem lehet azt mondani, hogy sérült emberek, mert nem mindenki ugye versenyző, de szeret mozogni, szeret sportolni. A versenyre a kistérségben élő, értelmi fogyatékkal élő, tanulásban akadályozott hallás, látás és mozgássérült fiatalok nevezhettek. A különböző versenyszámokban, például babzsákdobásban, kosáradobásban, a sakk és dárc játékokban kortól és nemtől függetlenül barátok, kísérők és családtagok is részt vehettek. A megmérettetésen elhangzott, az integrált kistérségi sportprogramok támogatása tavaly indult, és nagy sikere volt országszerte. Tavaly évben indult el a kistérségi programoknak a támogatása, a FONESZ kapott erre egy kisebb összeget. Ezen a tavalyi évben 2007-ben 6, hát ami átnyúlik még most első negyed évre, 6 ilyen eseményt tudunk támogatni. Ha minden igaz, akkor ebbe az évben már 20-ra felmehet ez az esemény támogatottság. A versenyzés mellett kulturális programok is várták a gyerekeket és szülőket, valamint kísérőiket. A szervezők gondoskodtak a sportolók ellátásáról és orvosi felügyeletéről is.